az alsósok énekes és táncos műsorral sakbábukat imitálva, a felsősök pedig latin táncot adtak elő a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola nyílt napján. A szülőknek tartottak nyílt napot, hogy a döntésüket megkönnyítsék óvodás gyermekük beiratásában. Bonyhádnál legrégibb általános iskolája, amiről szól van. Ezer éve megy itt a kétnyelvű német nemzetiségi oktatás. Kihangsúlyozott szerepet kap a nemzetiségi német hagyományok ápolása és a nyelvoktatás. És ugye a mai világban elengedhetetlen, hogy az ember nyisson az angol felé is. Ezért idén úgy gondoltunk, hogy az angol programot is elindítjuk. Tehát kettő német osztályt szeretnénk elindítani, illetve egy angol osztályt. A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola célja az elsős diákok számára a tanulások megkönnyítése. Ezért is vezetik be a 2019-2020-as tanévtől kezdve a LEGO Matek és a Sakpaluta programokat. A Sakpaluta programunk van tavaly óta, és idén szeptembertől el szeretnénk indítani a LEGO Matek programot is. A Sakpaluta programnak nem az a lényege, hogy a gyerekek sakkozni tanulnak, hanem egy komplex képességfejlesztő program, ami által megtanulnak a gyerekek írni, olvasni, számolni, tehát erre is lehet használni. És hát igazából mi a legfontosabb itt a bejövő gyerekeknek? Írni tudjanak nagyon, számolni nagyon megtanulják, és a nyelvet kezdjenek el tanulni. Ez a legfontosabb. És erre kell egy kemény hangsúlyt fektetni. A LEGO Matek pedig azért gondoltuk végig, tehát valahova mindig kell fejlődni a pedagógiának. Ugye a mai gyerekek azért sokszor jobban kezelik a telefonjukat, mint a telefonunkat, mint mi magunk. És könnyen unalmassá válik nekik az oktatás. A LEGO Matek egy olyan program, ami a matek oktatást LEGO által tanítja, egy érzékelhető, finom motorika fejlesztő, nagyon érdekes program a gyerekek számára, ami kibontakozhat akár középiskoláknál már robotika felé is. Kovács Ferenc elmondta, hogy nagyon jó a közösség, a tanárok és a diákok is befogadóak az iskolában. Amíg a szülőknek tájékoztatót tartottak a leendő elsős osztályfőnökök és az iskola tagintézmény vezetője, addig az óvodásokat egy külön helyiségbe vitték, ahol játékos feladatokat végezhettek leendő tanítóikkal, később pedig játékos vetélkedőket rendeztek a tornacsarnokban. Szimpatikusak a tanítónénik, még nem döntöttük, hogy mondjuk igazából a tanítónénit fogjuk kiválasztani. A 2019-2020-as tanévben a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola három első osztályt fog indítani. Egyet, amiben angol nyelvet oktatnak majd, és két nyelvű német nemzetiségi osztályból kettőt indítanak. Sokra lány is ide járt, és jól tanult végül is, és jókat hallottunk róla. Hát van ismerős, aki itt tanít, több is, és jó, jó. Központban van, közel van a párom, hogyha valami van, ide tud jönni munkából akár. Az iskolában rengeteg közösségi programot szerveznek a tanévben, ami segíti az elsősök beilleszkedését és az osztályközösség fejlődését, együttműködését. A papírgyűjtéstől elkezdve egészen az Erasmus Plus programon való részvételig sok lehetőség van a szülőknek különböző elfoglaltságokra járatni gyermekeiket. Nagyon ügyesek vagyok.